Bicske Barátok Egyesülete szeptember 17-én a Petőfi Művelődési Központban tartotta soron következő összejövetelét Lengyelország Chopin nyomában címmel. Ma is egy fantasztikus előadásnak lehetünk szem- és fültanúi, és nem is olyan közeljövőben hasonló dolgok kerülnek, és lesz egy évvégé, azt gondolom, egy hagyományos koncertünk is, közös szervezésbe. Igen. Pár gondolatot, légy kedves látszik, mondani. Ebben az évben most a zene túlsúlyos lett, és előtérbe került, amit egyébként mindig is szerettünk. Ma Darszka Izabella, lengyel származású Magyarországon élő zongoraművésznő tart előadást Lengyelországról, Chopinről, az ő kötődéséről Lengyelországhoz és Magyarországhoz. Nagyon izgalmas előadásnak tűnik. És dr. Gót Miklós is közreműködik zongorán, aki ugye már a sokadik zenetörténeti előadást tartja. Az október is rendkívül izgalmas lesz, hisz akkor Verdi lesz Porondon. Mit is hallhat akkor a közönség? Igen, Verdi egy fantasztikus olasz zeneszerző. Dr. Gót Miklós tartja a sokadik előadását már, zenetörténeti előadását, ahol egy nagyon speciális szempontból endokrinológus létére a zeneszerzők betegségeivel foglalkozik, nem bulvár szinte, hanem nagyon-nagyon komolyan, összefüggéseiben, családot vizsgálva, és hát természetesen a zenei anyagot is hozza, és mindig zenei illusztráció is van, komoly résztvevőkkel, többek között Darszka Izabella, mint zongoraművész részt szokott venni ezeken az előadásokon, egymást segítik, támogatják. Ez egy nagyon érdekes. És hogyha már zenéről beszélünk, akkor december 10-én, vasárnap délelőtt a most már hagyományosnak mondható adventi hangversenyünk lesz a Petőfi Művelődési Központtal közösen, ahol Szentpéteri Gabriella, nagyon neves bicskei család sarja és leszármazottja, zongoraművész, ő Schubert estet szervez, és azt hiszem, hogy ez is nagyon izgalmas lesz. A zenész barátait hívja vendégül, országos hírű művészek vesznek részt ezen az adventi hangversenyen, úgyhogy mindenkinek ajánlom. A Bicske Barátok pedig hát a szokásos programjait is tartják. Október 5-6-7-én a Felvidékre megyünk kirándulni, mintegy 40 fővel, és hát izgalmasnak tűnik, igen, ez az ősz és a téli hónapok, 41. éve működnek a Bicske Barátok. Ez most itt az az ősz, a jubileumi éve is, hiszen a rendelőintézet az 50 éves évfordulóját ünnepli, a Kertbarátok is az 50. születésnapjukat, a Bicske Barátok a 40 éves születésnapjukat ünnepelték ebben az évben, úgyhogy ez az év a jubileumok éve is, és hát ehhez a Bicske Barátok szeretik letenni azokat a nagyon komoly programokat, amit az elmúlt 40 évben is tettek. Havasiné Darszka Izabella, a művészetek magisztere, Lengyelország szolgálatában érdemrend lovagja, Prokultúra Mimoratum Hungária díjas, zongoraművész tanár előadásában haladta a közönség Chopin lengyelországi életszakaszának legfontosabb és legszebb állomásait. Havasiné Darszka Izabella, lengyel származású zongoraművész tanárt, a művészetek magiszterét, a Bicske Barátoknak nem kell bemutatni, jól ismeri. Az elmúlt 10 évben többször találkoztunk a művésznővel, dr. Gót Miklós professzor úr, tagtársunk, zenetörténeti előadásainak résztvevőjeként. Tessék nyugodtan helyet foglalni, másfél órát fogok beszélni. Tudtuk, hogy a professzor úr zongoratanára. Megszerettük kedvességét, közvetlenségét. Hívásunkra mindig eljött hozzánk Bicskére, szerényen, a háttérből fáradhatatlan segített, oldva a fellépők izgalmát, idegességét. Egy évvel ezelőtt megígérte, hogy kilép a háttérből, és önálló előadást tart, nem csak koncertet ad, de meséli Chopinről, akinek a szíve a varsói Szent Kereszt templom tartó oszlopában rejtőzködik.
Izárd szíve Magyarországra hozta, és hazánkba találta meg második otthonát. Havasi József vegyipari mérnök feleségeként érkezett hozzá. Ismert tény, mi is tapasztaltuk, hogy lételeme a tanítás. Ferenczi György Chopin felvételének ismeretében 1974-ben megkereste a művészt azzal, hogy posztgraduálisan tanulni kíván nála. Ferenczi elvállalta, hosszú évekig tanította. Utolsó tanítványa volt. A művész elhunyta után, 1983 után Dalszka Izabel elhatározta, hogy megörökíti Ferenczi György emlékét, és e célból létrehozott egy alapítványt, a Ferenczi György Alapítvány. Az alapítvány egyik fő célja Chopin, valamint a Chopin játékos Ferenczi emlékére kiírt hazai, középszintű zongora, tanulmányokat folytatóknak szánt zongora versenyek menedzselése. A hangsúly a középszinten van. A zongora pedagógus Dalszka Izabella zongora és zongora improvizáció tanárként felismerte, hogy számos megmérettetési lehetőség, zongoraverseny létezik a felsőfokú tanulmányokat végző zongoristák, illetve végzett zongoraművészek számára, de annál kevesebb az ilyen lehetőség a középszinten tanulók számára. A versenyek 2002-ben Ferenczi születésének 100. évfordulóján indultak, két évenként nagy sikerrel különböző korosztályoknak változó kiírásokkal. Két évente a verseny nemzetközivé bővül, a nemzetközi Chopin versenye keretében, mint nemzetközi Budapest Chopin zongora verseny. E versenyek ma már világszerte ismertek és elismertek. Idén a 11-re készülnek, a versenyzők november 15 és 17 között. Dalszka Izabella a verseny igazgatója. Motorja a szerteágazók szervezésnek, tevékenységve valóságos hiánypótol és méltó emléket állít mesterének. Maga is vezet mesterkurzusokat. Chopin tematikájú elméleti és gyakorlati kurzusok szervezője, előadója, zongora kurzusok vezető tanára itthon és külföldön. 2009 óta a Chopin Társaságok Nemzetközi Szövetségének tagja, országos és nemzetközi Chopin versenek, Chopin vonatkozású hangversenyek, kurzusok, rendezvények szervezője, zsűrizésben is szerepet vállalt országos és nemzetközi zongora versenyeken. A mai fiatal zongorista nemzeték jelentős része vett részt, és ért el szép eredményeket ezeken a versenyeken. Vendég szerepelt Lengyelországban, Magyarországon, Ausztriában, Svájcban, Romániában, Spanyolországban, Indonéziában és az egykori NDK-ban, illetve az egykori Szovjetunió területén. Számos kitüntetést kapott Lengyelországban és Magyarországon a lengyel zene népszerűsítéséért, a Lengyelország szolgálatában érdemli el lovagja, a Prokultora Minalitatum Hungariae díjazottja. Amely három hasonló, de mégis különböző lengyel táncoknak különböző módon való felhasználásával jött létre. Mind a három tánc hármas számolású és közepes tempójú. Közepes tempón belül maradva ennek a tempó szakasznak teljes skáláját használják ki. A hasonló paraméterek mellett azonban a hangulatuk nem egyforma. Az egyik lépő, a másik ugró pörgő, a harmadik pedig futó jellegű tánc. Könnyű feladat átmenetet képezni köztük, keverni egymással, és ezt használta ki Chopin.
Ennek eredményeképpen a mazurkái sokszor nem valók táncolásra, inkább csak hallgatásra. Ilyen jellegű műveket stilizált táncoknak hívjuk. A Chopin-i stilizálás kiinduló pontja a teljesen szabályos táncok improvizálása volt, simán a tánchoz, a táncos összejöveteleken, még lengyel számban. Majd, már a zeneszerzői munkájában, egy darabon belül összekapcsolt kettőt-hármat belőlük, először oly módon, hogy lezárta az előzőt, és elkezdte a másikat, de néha csak nagyon rövid időre. Ez már zavaró lehetett volna felszabadult táncolást közben. Következő lépésként, közbenső elválasztás nélkül, mondhatném így menet közben, készített köztük átmeneteket. Emiatt még jobban legyengült a táncolhatóságuk, az átmenetek miatt is, és a néha rövid időn belüli többszörös táncról táncra való váltás miatt is. Zongorán közreműködött dr. Gót Miklós.